Főtisztelendő plébános úr, diákonus testvér, kedves bémálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim! Kolocsáról, a Szent Háromság térről indultam, és idejöttem a Szent Háromság templomba. Lehetne azt mondani, hogy ez ilyen didaktikus, azaz tanításra való út, mert a Szent Háromság egy Isten ott van mindeneknek a kezdetén és az elején, öröktől, és az egész üdvösség történetnek a végső célja, hogy eljussunk a Szent Háromság egy Isten színelátására, az üdvözültekkel együtt a szentek közösségébe. Ez a legfőbb és legalapvetőbb hit igazság, hogy az egy isteni természetben három személy van. A kereszténységnek alapvető föltétele, hogy valaki ezt elfogadja. Mert ott, ahol nem ismerik el a Szent Háromság egy Istent, ott nem beszélhetünk kereszténységről. És a kereszténység nagy ágai, a latin kereszténység, katolikus egyház, ortodoxia, és javarészt a protestáns egyházak is Szent Háromság hitében élnek, tisztelik és imádják. Mivel a legfőbb hittitok, misztérium, ahogy szoktuk mondani, ezért oly könnyen ezt megérteni nem lehet. Nincs értelmünk ellenére, de nem minden tud fölfogni az emberi értelem. Ha lapozgatjuk a Szentírást, akkor az Ószövetség még szinte semmit sem tud a Szent Háromság egy Istenről. Bár vannak elejtett szavak, gondolatok, ott vannak a gyökerek, így fogalmaz az Isten a teremtéskor, teremtsünk embert a mi képmásunkra. És a Szentíró többes számba teszi, holott ő még szigorú egyisten hitben, monoteizmusban élt. És aztán Istennek a kilétét egy Izaiás próféta háromszoros szent szóval illeti, szent, szent, szent az Isten. Szól arról az Ószövetség, hogy majd az Isten lelke betölti a mindenséget, és el fog jönni a Messiás. Ezek ilyen utalások már arra, amit Jézus Krisztus tanításából és életéből a kereszténység hittételként megfogalmazott. Mert a Jézusi tanítás nem azzal kezdődött, hogy ti zsidók eddig hittétek az egyetlen Istent, én is hirdetem az egyetlen Istent, de az három személyben van és egy természetben. Nem ezt mondta az Úr Jézus, hanem lassan bontakoztatta ki, mert például a kereszteléskor, látható a szép oltárképen is, megszólal az Atya, Jézus Krisztust fiának fogadja, és a lélek galambképében rászáll, és már jelzi azt, amit Jézus majd a földi életének és föltámadási utáni időnek a végén azt mondja, hogy menjetek el az egész világra, tegyetek tanúságot, hirdessétek az evangéliumot, és hirdessétek és kereszteljétek meg őket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jézus Istent Atyának mondotta, ő magát Fiúnak, hogy ő a Fiú, és aki őt látja az Atyát is, és hogy majd el fogja küldeni a másik vigasztalót, a Szent Lelket, de már nem általánosságban az Isten erejét, hanem azt a személyt, aki majd az ő művét folytatja és teljessé teszi. És az apostoli levelekben már egyre több szó van a Szent Háromságos Isten
tevékenységéről, működéséről, és ezután a kereszténység már fontosnak tartotta, hogy megfogalmazza, hogy ki nekünk az Isten. Ebből is látszik, hogy még maga a Szentírás is kevés ennek a hitigazságnak a kifejtéséhez, mert idő kellett ahhoz, hogy ezt pontosan egy hittételbe, vagy mint ahogy szokták mondani, dogmába fogalmazzák meg. Mert az eretnekségek, vagyis a tévtanítások, azok sokszor úgy kisiklatták az Istenről való igaz tanítást, és éppen ezért meg kellett fogalmazni, hogy mi mit hiszünk keresztények. Mert voltak, akik azt mondták, hogy az egyedüli Isten nem tűr meg még másik két istenséget, mi nem azt mondjuk, egy Isten van, hiszen az egység megkívánja az istenséget, illetve fordítva, hogy Isten Isten lehessen, egynek kell lennie, és ebből mi nem engedünk. Ez monoteista vallása miénk is, csak hogy az Isten nem magányos, három személyben van, az Atya, Fiú és Szentlélek teljes élet közösségében. És azok a küzdelmek, amik az egész ókort jellemezték, azok jól megmutathatók például egy madács ember tragédiájában is, ahol a negyedik színben ott a Jézus istenségét, hogy most homoúziós vagy iúziós, ezen vitatkoznak. Valójában itt Jézus istenségéről, a Szent Háromságról, a kereszténység alapvető hittételéről volt szó. És ezért a hitért sokan üldözést és börtönt szenvedtek, de ki is végezték őket, mert annyira hitték, vallották a Szent Háromság Istennek az egységét és hármasságát egyszerre. Nehéz ezt nekünk megérteni. Szent Ágoston, aki egy ragyogó elme volt, sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel is, és 15 kisebb könyvet írt, amelynek végén azt írja, hogy hát sem megérteni, látni én ezt pontosan nem tudom, mert Isten fényében nem láthatunk. Amely gondolatot lehet, hogy ismerte, lehet, hogy nem, ami Berzsenyink, amikor azt mondta, hogy Isten, kinek világít a léte, léted világít, mint a fénylő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Mert az Isten oly gazdag és oly teljesség, hogy az emberi értelem nem tudja fölfogni. A hármasság a szeretetének a következménye és követelménye is. Azt mondja János evangélista levelébe, szeretet az Isten. Ha most a szeretet egyedül van, akkor az önző szeretet. Ha egyszer magunk lennénk a világon, a mi szeretetünk legfőjebb önmagunkra irányulna. Ha már két ember van, ott már egymásra irányulhat a szeretet, de még abban is lehet valami önzés, annak ki kell áradnia, mint egy család is kiárasztja a szeretetét. A szülők kiárasztják a szeretetüket a gyermekre egy harmadikra, vagy sokadik harmadikra, ezért az Istennek a szeretetéhez, hogy ő teljes tiszta szeretet legyen, szükség van a Szent Háromságos létezési módra. Nagyon nehéz hittétel ez, és nem véletlen, hogy az üdvösség történeti emlékezések között, ami adventtel kezdődik, hogy várjuk mindig a megváltót, akkor az Úr Jézusnak az élet történeteit fölidézzük, 12 éves Jézust, keresztelkedését, szenvedését, halálát, föltámadását, aztán a Szentlélek elküldését. Ugye a végére, mikor egy iskolai összefoglaló óra van, oda tesszük a Szent Háromság ünnepét, de mint ünnep egész késői, az 1300-as évekből való, amikor 22. János Pál pápa elrendelte, először óckodott is tőle, hát miért kell annak külön ünnep, amit mindig ünneplünk? Hiszen minden keresztvetésben, minden dicsőség kimondásában,
minden záró imádságban a Szent Háromságot ünnepeljük, akkor még legyen külön egy Szent Háromság ünnep. De engedett a pápa akkor már meglévő nagy ünneplésnek, hogy most gondoljunk kifejezetten a Szent Háromság egy Istenre, hiszen ő a mi legfőbb pátrónánk, pátrónusunk. Pázmány Péter, amikor megírta nagy művét, nem úgy írta meg az isteni igazságra vezérlő kalauzt, hogy ennek és annak a főúrnak ajánlotta, hanem a leghatalmasabb pátronusnak, a Szent Háromság egy Istennek, mert ő az, aki ott van a kezdetnél, és ott lesz a végnél. A nyugati kultúrában, ott, ahol pestis járványok voltak, hálából nagyon sokszor Szent Háromság szobrot faragtattak, készítettek, és a város főterén helyezték el. Itt van a mi megyénkben is, Baján is, ott van a Szent Háromság tér, és ott van Kalocsán is a Szent Háromság tér, és a szobor most olyan állapotba került, hogy építési vezetőnk újra faragtatja, levetette róla a mintát, hogy pontosan ugyanolyan legyen, mint a régi volt, és majd egy térrendezéssel oda kerüljön a tér közepére. Miért mondom én ezt el? Mert valamiképpen mindannyiunknak faragni kell önmagát a Szent Háromság mintájára, hiszen ő minden közösségnek a forrása, legyen az család, iskolai közösség, munkai közösség, nemzet közösség, azt az eszményt, azt az egységet, a szeretetben való abszolút önzetlenséget ő mutatja nekünk. Faragni kell magunkat az ő mintájára, hogy így éljük mi keresztény életünket, és neki ajánljuk az életünket. Van egy ősi szentségi énekünk, az Üdvözl légy, üdvösséges osztja. 1508-ban jegyezték föl, akkor már énekelték, de a Nádor kódexbe akkor került vele. És az utolsó verszaka így szól: Nagy Isten, téged dicsér lelkem, dicséretet zengedes szívem, lelkem a Szent Háromságnak, fölajánlom Uramnak. Keresztényekben mindig ott van, hogy a Szent Háromság egy Isten nevére kereszteltek meg bennünket, akkor nekünk is föl kell ajánlani életünket ő neki. A múlt héten ünnepeltük Báró Apor Vilmos vértanú győri püspöknek az emléknapját. Talán köztudott, hogy őt az oroszok lőtték agyon, aki a női tisztaság védelmében életét áldozta. A háborús időkben ő már tudta, hogy nagyon nehéz idők várnak rá, írt egy új végrendeletet. És a végrendelet kezdődik azzal, hogy a Szent Háromság egy Istennek hálát ad. Egész életéért, a tőle kapott nagy javakért, és azért, hogy szolgálhatta. És úgy fejeződik be, hogy neki ajánlja az életét. És neki is ajánlotta, hiszen vértanúvá vált. A Szent Háromságnak a dicsőítése az ember legszebb feladatai közé tartozik, mert ha Isten dicsőítjük, akkor magunkat emeljük föl. Kedves birmálkozók, ti, akik találkoztok a Szentlélekkel most még inkább, hiszen a keresztségben is megkaptátok már a Szent Lelket, azt a lelket, aki az Atyának és a Fiúnak közös lelke és szeretetének élővé vált isteni személye, segítsen benneteket a keresztény életben, hogy a Szent Háromság egy Isten dicsőítése legyen a ti életetek, a hétköznapi is, az ünnepi is, a csendes, a nagy tetteket végbevívő, az áldozatokat vállaló, a szenvedő és a meghaló életünk.
mert amikor megkereszteltek benneteket, az ő nevében kereszteltek meg. Ezt tanultátok minden keresztvetésben, és a Szent Háromság egy Isten nevében fognak bennünket eltemetni. Így hozzákapcsolódik az életünk, a kezdetünk és a végünk, és látni szeretnénk a Szent Háromság egy Istent az üdvözültekkel együtt, de addig ezt az életet, amely közösségben vagyunk, éljük meg a tőle tanult szeretetben, jóságban, irgalomban, mert így lesz igazán értelmes és boldog az életünk. Ehhez adja kegyelmét a Szentlélek, Atya, Fiú, adja rátok áldását, és maradjon veletek. Amen. Most megkérem a bérmálkozókat, a helyükön álljanak fel.